ennyire félti a magánéletét és a magánszféráját, akkor most miért engedi, hogy belelássunk? Ahogy mondtam, ez egy állandó határküzdelem. Tehát hol kinyitom a határt, hol bezárom, most éppen kinyitottam. Nem fél? De. Ön emberevő? Hát sokan azt hiszik. Szerintem igen. Ugye? Marokkó és India fog egyesülni ma este. Tényleg? Igen. És ez most hogy jött? Én mindig kísérletezgetek, úgyhogy így. Nagyon jó partnere vagyok a női nemnek és a feleségemnek ugye ebben, hiszen ő nagyon szeret vásárolni. Én piacozni szeretek. Vásárolni nem. Tehát mondjuk a ruhásboltokban én 3 szívinfarktus kapok. Gyömbért nem szereti? Imádom. Én is mindig teában vagyok. Hogy iszta? Eszi? Szoktam teában is, szoktam főzéssel is használni, és nyáron pedig nagyon szeretem a gyömbéres lájmos limonádét. Hú, de jó, tényleg, igen. Na, milyen régen ittam? Na, nézzük. Normális egyébként? Hát szerintem igen. Ebben a tekintetben már nem eltöltem, és egyébként? Biztos mindenkinek van valami happy hülyesége, nem? Önnek mi? Nekem? Ez jó kérdés. Felismeri egyébként a hibáit? Önmonitorozó típus vagyok. Aha. Úgyhogy például az egyik hibám, hogy túl sokat foglalkozom saját magammal. Csak a hibáimmal is, meg az erényeimmal is most rágom. Hány napig nem fog aludni miattam? Hát majd utána megnéztük az adást, az akkor fog kiderülni. Egyelőre komfortosan érzem magam. Oké. Okay. Majd annyira nem komfortos, mert ez folyamatosan zár. Zárok? Erre gondolok? Uh-huh. Én ezekben nem hiszek. Tehát pszichológia szakra jártam. Akkor mibe hisz? Azt mondom, van ennek biztos valóság alapja, hogy ez valamit jelent, de az, hogy ezt egy általánosítva 7 milliárd emberre, hogyha valaki így teszi, az biztos, hogy zár, ebben nem hiszek. Tehát ezek szerintem ilyen túl általánosítások. Kire bízza a házi munkát? Tehát önöknél ez hogy van leosztva? Húha, na hát akkor eljutottunk a gyenge pontjára? A mélypont? A mélypont? Vagy igen, a gyenge pont? Az előbb a hasizmom megtaláltam. A hasizmom után a másik a házi munka. Tehát azt olyan szinten hiába valóságnak érzem, hogy azt... Ez a felesleges időtöltés? Abszolút. Tehát az a jó Isten nem találta ki rendesen szerintem azt a részét az életünknek, ez a takarítás. És ezt hogyan oldják meg otthon? Hogyan díleli hát, a feleségével? Hát úgy, hogy a feleségem megoldja. Szegény, igen. Miben tud segíteni neki? Hát szinte semmiben. Tehát nem most segíteni nem tudok, hanem inkább még ártok is. Rendetlen? Rábukadunk egy gyenge pontomra ismét. Megvan. Elvárom a rendet, de én nem tartom. Álljunk meg itt? Szerintem igen. Kávét esetleg megiszunk? Igyunk. Hát én úgy látom. Tényleg? Most pont a nejtás. Milyen kávét iszik? Én egy kapucsinót szeretnék. Jó. Én hogy iszok a kávét? Én presszó kávét meleg tejjel, mindig így szoktam. Igen? Igen. És édesített, vagy barna cukor? Barna cukor, vagy édesítő, vagy semmi. Most ez az új kihívás, a semmi. Tehát, mert? Hogy egyszerűen annyira a kávénak legyek annyira tisztelője, hogy ne roncsam el semmilyen. Értem. Mennyi ideig tartott megszokni azt a közeget, amiben belecsöppent? Mert ugye hirtelen csöppent igen. Bele ebbe az egészbe. Meg abba, hogy tényleg mindenhol mindenét figyelik. Tehát, hogy nem tud megjelenni, be kell húzni a hasát, ki kell húzni a magát. Nem, ez normál állapot. Ja, no, abszolút, persze. Már túl vagyunk ezen, igen. Láttam, amit láttam. Provokál azért, én látom. Szóval... Profi, igen. Szóval mennyi ideig te tartott megszokni azt, hogy tényleg mindenhol árkusz szemek figyelik? Azt látom, hogy nem minden körül nekem, amikor meglát, nem mindenki érzi azt, hogy ez egy jó napindítás, de inkább pozitív élményeim vannak ezzel kapcsolatban. Mindenki szakácsfényben csinál, aki valami... De mivel fog előrukkolni, hogy jobb legyen a PR-ja? Hát ugye elvállalok mondjuk ATV-ben műsorokat. Miért jön itt Törökországba? Nagyon szeretem Törökországot, és azt mondom... Szereti, vagy valami más is van meg? Nincs semmi más mögötte, tényleg szeretem Törökországot, de... Azt láttam és azt olvastam, hogy folyamatosan a török gazdaságot felhozza, és piedesztára emeli, illetve hát az Erdogánt is folyamatosan dicséri. Az Erdogánnak kapcsolatban vannak kritikáim, de összességében azt gondolom, hogy jó vezetője Törökországnak. Bár most az elmúlt időszakban nagyon sok hibát rejtett szerintem, és nem jó volt külpolitikai tekintetben a munkája, de én nem Erdoganban gondolkodom, hanem a magyar-török kapcsolatokban, és szeretnek bennünket. De mi az, amivel a sajtó támadja? Hát most ugye azzal támadnak, hogy a most zajló migrációs krízisben azért Törökországnak a pozíció nem jó. Igen. Törökország zsarolja az Európai Uniót, azzal, hogy rászabadítja Európára a migránsokat. De hát ezzel egyetért?
Hát ebben van valami. Sok mindenben egyetért az orbánista gondolkodással, és ezzel... De bocsánat, hagyd mondjam, ne arra, hogy jön a szavába vágok. Szerintem én sokkal hamarabb vallottam azt a migráns kérdés kapcsán, mint Orbán Viktor. Tehát nem az történt, hogy volt Orbán Viktor álláspontja, és akkor én azt mondom, hogy ezzel egyetértek, hanem volt a Jobbik álláspontja, és volt az én álláspontom. Orbán Viktor fölismerte az aktuális helyzetben az ebben rejlő népszerűséget, politikai erőt, és ő jött ide. Mert hogyha önkormányon lenne, szerintem erősítsen vagy cáfoljon meg, akkor hasonló migráns politikát folytatna. Igen. Igen, de én szerintem ez nem csupán PR, emögött van politikai tartalom is, és lényegében a politológusok azt úgy szokták elemezni, hogy a Orbán Viktor kifogja a Jobbik vitorláiból a szelet, és elveszi a programunkból a meghatározó pontokat. Van ebben egy rövid távon ez így van. De hát ez öntől szívja el az erőt, azért kőkeményen látszik. Ez rövid távon. Én koromból, a párt korából kifolyólag azért azt gondolom, hogy hosszú távra tudok és kell, hogy tervezzek. És én azt látom, hogy 2018-ban azt mondta, hogy ha nem nyernek, akkor lemond. Akkor hogy tervez hosszú távra? Hát úgy, hogy nekem hosszú távra kell terveznem, mert nem egy ciklusra tervez az ember, de nyilván van egy aktuális politikai helyzet, amire megreagálnom kell. Tehát az emberek nem ciklusokban gondolkodnak, emberek mostban gondolkodnak. Ha már elővettem, megnéztetem a pénztárcát, csak kíváncsiságképpen. Nem akarok benne bájkálni. Abban nem, mert... Nem bájkálni, csak meg akartam szétes, nézni, hogy... nagyon szeretem, és már, ott már jön szét. Arra voltam kíváncsi, hogy ki hogyan hordja a pénzét, és láttam, hogy ön pénztárcába hordja, és nem igen. A farzsavébe lecsúsztatva. Nem, pénztárcába. Egyébként ez egy állandó stressz, mert ha nem... Tehát, hogy a feleségem megőrül ettől, ha valamitől megőrül, hogy mindig a pénztárcámat keresem, és rajta. Ez a beöltözés, vagy hogy hívják ezt? Kezdjük egyébként? Hatos. Mi az az ideológia, mi az az eszme, vagy bármi, ami ide vezérelte a tetováló szalomban? Hát szerintem a világon én készültem erre a leghosszabb ideig. Tehát ez nem az volt, hogy egy ilyen Balatonszandon átmulatott este után másnap reggel ezzel ébredtem, hanem... Szokott sok egyébként mulani Szandon? Hát, Szandon még nem voltam, de alapvetően szoktam persze. De erre nagyon régóta készültem. De mi az, amit azt gondolta, hogy a test részével van? Hát vissza kell kanyarodnunk az időbe. Mennyit megyek nagyon... vissza? Hát egy 30 évet, okay. Majdhogy nem. Amikor is egy karácsonyi készülődés során azt szerettem volna egy ilyen, kinéztem magamnak egy társas játékot. És aztán eljött a karácsony este, szenteste, és megkaptam a Labirintus nevű társasjátékot, ami nem az volt, amit én szerettem volna. Ilyen görög mitológiából voltak benne kérdések, meg labirintus, és hát azért volt emlékezetes karácsony, mert végig sírtam az egész szentestét, mert a csalódásom miatt, hogy nem azt kaptam, amit szerettem volna. Aztán megfordult ez az egész, mert annyira megszerettem utána, hogy teljesen a görög mitológiának a szerelmesévé váltam. Bizonyos értelemben épült köré számomra egy ilyen életfilozófia. Mégpedig? Hát az, hogy az egész élet egy labirintus, ennek a labirintusnak be kell menni a mélyére, ott meg kell ölni egy fenevadot, és utána ki kell jönni a labirintusból, és az egészben az az érdekes, hogy minden szereplője az ember saját maga. Tört egy kicsit ilyen, hát én nem is tudom, jöttek a kiskutyák, a kismacskák, egy ilyen kis cukiságfaktor, ez a kettő így hogyan összeegyeztethető? Melyik a tetoválás és a kisvizslák? Hát igen, tehát... Hát lényegében majd, hogy nem egy időben zajlik. A kisvizslák az ölemben, és a tetoválás az időben nem válik el egymástól. De hát szerintem ez a kisvizsla... Összefér a kettő, úgy érzi? Abszolút. Hát meg én azt érzem, hogy ez a kisvizslás dolog azért túl lett picit a sajtó részéről fújva. Nincs aranyosabb állat a kisvizslánál szerintem. De van otthon kutyája? Nincs macskám van. Tévések úgy gondolkodunk, hogy amelyik képen van kisgyerek és kiskutya, az biztos az a kép eladható. Vagy kis cica. Vagy kis cica. Ön is így gondolkodott? Gondoltam, hogy ennek a képnek sikere lesz. Tehát most azért nagyon képmutató lenne, azt gondolnám, hogy hát fölrakom ezt a kisvizslás képet, tudom, hogy utálni fogják az emberek, de én nagyon szeretem a kisvizslákat, tudtam, hogy az embereknek is tetszeni fog. Jö, sőt, még azt is tudtam, hogy majd a sajtó igen. Ezen élt. Igen, ezt akartam, hogy én sikerként, hogy veli azt el? Igen. Hát átment. Hát kinek hogy? Ön szerint a tetoválás az ilyen elvi értékválasztás? Elvi értékválasztás, de nem ideológiai. Feleségével kapcsolatban felmaradna valamit, hogy szeretlek, drágám, vagy bármit, ami a szerelem, ami a hűség. Hát nem hiszem, hogy ez az én stílusom lenne. Van olyan, hogy mindenek az van a karriára tetoválva, vagy becsületem a hűség. Ezt mondták állítólag, de nem az van.
Akkor mi van rajta? Hát most meg nem mondom pontosan, mi van rajta, de nem az, mert ugye ezzel a tapolcai választási kampányban végigéltem. Sőt, akkor tettem is egy ígéretet egyébként, ami most lényegében teljesül is. Akkor azt ígértem a sötörök, hogyha megnyerjük a tapolcai választat, akkor mind a ketten félmeztelenre vetközünk és megmutatjuk a tetoválásunkat. Végül is azt mondta, hogy ez a szerelme jelkép és a felesége iránti. Hát de hányan vannak ilyenek? Hát igen, hát most mi más tudok én tenni, mint hogy hiszek annak abban, amit mond, és hiszek abban, amit láttam. Én értem, hogy hiszenek, de hát van egy emblematikus jelzése az SS-nek. Igen. Ami ez? De nem. De neki nem az van ott. Ő ezt mondta, és ön ezt elhiszi? Nem csak, hogy elhiszem, láttam. De ön nem gondolkodnál azon, hogyha egy ilyen történne, vagy egy ilyen lenne az életében, hogy akkor ez mire vezethető vissza, és hogy ez kétértelmű? Hát elgondolkodnék, de azt gondolom, hogy... És ezért egyébként kockázatos kérdés a tetoválás, hogy az ember az életében nem maradhat fel olyan dolgot magára, amit adott esetben nem biztos, hogy később vállal, vagy fontosnak tart. Lelki vagy a fizikális fájdalmat viseli nehezebben? Mivel férfi vagyok, a fizikális fájdalmat nehezebben. Mi az, amit nem bír? Szedik a szemöldöket? Hát néha szoktam kérni fodrásznál, hogy csak így, nem szoktam szedni, csak hogy kicsit vegyék rövidebbre, mert így különben ilyen bagoly méretűre nőne. Igen. Kívülről úgy tűnik, hogy sokkal bevállalósabb vagyok, mint ami a valóság szerintem. De kellőképp exhibicionista? Szerintem nem. Nem? Nem. Tényleg? Tényleg. Én magamat introvertált típusnak tartom inkább. És a politikában általában ez nem feltétlenül a legszerencsésebb kombó. De én ezt úgy magyarázom meg magamnak, hogy pont de azért... Kíváncsi lennék, hogy mi van ott ezek mögött. Tehát azért... Nem hiszi el? Nem. Jó, hát... Én magamnak ezt úgy magyarázom meg, mert én is fölteszem a kérdést, hogyha valaki introvertált, tépelőd, mi a túrót keres a politikában? Igen. Ott általában az kell, aki oda megy, ösztönösen vágja szét ott, aprítja az ellenséget. Én ezt úgy szoktam megmagyarázni, hogy pont ebből kifejezőleg bennem nincs görcs. Tehát miközben tépelődő vagyok, a politikai célokat illetően bennem nincs görcs. Mert a cukiság faktornál tartom. Én azt nem szeretem a cukiság szót, mert... Nem. De mert ezt nem én találtam ki. Segítsen nekem a cuki, csak ugye ezt az tehát összemosnak itt két dolgot. Tehát igen. Zajlik egy néppárt, vagy lezajlott egy néppártosodási folyamat a Jobbikban, amit én egy természetes érési folyamatnak tekintek. Egy párt a kamaszkorából átlik a felnőtt korába. Ez számomra a néppártosodás. Oké, de a kérdés csak az, hogy milyen áron, bocsánat, mert hogy pont azok, akik képviseltek valamilyen hangot, azokat szépen így kilettek pöszkölve a pártból azért, nem? Tehát akik erősebb hangvitelt és radikalizmus képviseltek, mondhatni, azok így most már nincsenek ott, akkor ez cél volt, hogy egy más jelleg, más stílus, más mentalitás legyen? Hát egy politikai párt folyamatosan változik. Próbálta folyamatosan a sajtó ezt egy ilyen álságos, képmutató, ilyen politikai trükknek beállítani. Nem az? Nem. Miért? Nem. Hát, hogyha az lenne, akkor nem zajlottak volna azok a személyi változások, amire pontosan rákérdezett. Orbán Viktor Zsurkubinak hívja. Orbán Viktor Zsurkubinak hív, de igazából, ha te Zsurkubit kell keresni Magyarországon, akkor szerintem inkább a Fideszbe találnánk. Tehát a Zsurkubi számomra nem tudom, hogy pontosan mit jelent a fogalom, bár a sajtósaink lázasan keresték az értelmezési. Nincsen a szótárban ilyen? Találtak néhány dolgot, de valójában a Zsurkubi az egy ilyen kicsit ilyen életművész, az anyuka által eltartott, kicsit snob, kicsit felületes, de egyébként életvidám fickó. Ez most az én olvasatom. Én nem ilyen vagyok azért, szerintem. Tehát, hogyha mondjuk ezt a karaktert keresünk, akkor ott van Habony Árpád, de tökéletes Zsurkubi, szerintem. Mondjon még nevet. Aki Zsurkubi? Aha. Hát ez a Rogán Antal is, Zsurkubi. Igen, akkor megkenjük a benézőket, hogy ez nem PR fogás, hogy ez most komoly. Ez nem ez a sztori, ami így letörtelhető. Nem PR sztori. Én azt láttam, erősítsen vagy cáfolj meg, hogy keményen mert bírálni. Tehát, hogyha felállt a parlamentben, akkor keményen oda mert szólni Orbán Viktornak, és oda ment szólni a Fidesznek, hogy kinek milyen sara van. És most nem teszem ezt? Én szerintem olyan, mintha behúzták volna picit a kéziféket. Nem volt olyan története, vagy nem volt olyan visszhangjának a dolognak, hogy azért Orbán Viktor is a körmére koppintott, hogy az önpártyában is vannak, akik hát picit nem fizetnek áfát, vannak azért dolgok, amiket... Hát ez a politikának a része, hogy mindenki keresi a másik gyenge pontját, és akkor oda de nem helyezi érzi, hogy behúzta a kéziféket, és azt mondta, hogy a nagy testvér figyel, Nem, az ilyenek engem csak motiválnak. Szegedi Csanád azt mondta, hogy mindenkinek van vaja a füle mögött.
És így kérdezem, hogy ha ezt ő kijelentette, akkor olyan érzésem van, mint hogyha tudhatna valamit. Nem fél bosszútól? Nem. Nem, meg hát azért azt is mindig bele kell kalkulni, hogy kimondja. Tehát családnak nyilván a távozása után azért benne lehet egy nagyfokú sértettség, megbántottság, a csalódottság, és azért ilyenkor ez szerintem egy picit az emlékezésnek az élességét azért tompítja. A politikai vezetőnek az felelősség, hogy ne hagyja magát zsarolni. Tehát ezt, akik velem együtt dolgoznak, tudják, hogy engem nem lehet zsarolni. Sőt, hogyha engem zsarolnak, akkor bemerevedek, és akkor csak azért is. Mennyire szereti a valakit a háttérből dumán? Nagyon nem szeretem. Egyébként először belöntötte az olajat, és most... Én úgy voltam. Először az olajat... Sőn összekeverem, igen, az egészet. Én pont fordítva csinálom. Igen, ezzel mindig egy ilyen dolog, hogy mire pucoljam a hagymát. Szoktam újságra, csak most ugye most vegyek elő egy magyar nemzetet, vagy vegyek elő egy népszabadságot. Ugye most melyik lenne... Melyikre pucoljuk a hagymát, ugye? De annyira cuki volt az előbb láttam, magyar időket. Ebbe kezdte el pucolni. Igen, ez nekem egy... Ez ilyen férfiúi történet, hogy minél kevesebb dolgot kelljen bepiszkítani. Itt minden csupa mocsok lesz. Vágjam én a hagymát? Életlen. Hát, köszönöm. Életlen? Na, most vettük. Arról nem beszéltük még, hogy mi volt a kedvence. Mondta, hogy szereti az erőset. Igen, nagyon szeretem. A csípőset? De a hűtő tele is van ilyen mindenféle csípőssel. Ilyen csípős szószokkal, de az igazából azt nem azt szeretem, hanem az ilyen szárított paprikát. Aha. Vagy pedig a friss csilit. Mozi, a színház, tehát hol lehet felfedezni, hol lehet látni önt? Színházban nagyon szeretnék járni, de nem járok, mert volt egy kellemetlen élményem, ha már ez így szóba került, hogy volt-e. Az egyik baloldali színész megismert a nézőtéren szerintem, és ő láttam, hogy nem örül nekem, és ez nekem olyan rosszul esett. Nem tudtam utána igazából úgy követni a darabot. Ettől megfutamodott? Igen. Hát akkor hogy akar így miniszterelnök lenni? Ez megfutam, hát nem hiszem, hogy ezen múlik a miniszterelnökség. És elmegy egy étterembe, és az megtörténik, akkor onnan is eljön? Volt már ilyen is, egy. Amikor egy pincérrel láttam, ugye, és azóta oda nem megyek abba az étterembe, pedig nagyon szerettem. Elég furi. Mozi az gyakrabban van, ott ugye sötét van, tehát ott könnyebb elbújni. No, de mi azt meg akartam kérdezni, hogy nagyon fura ez az egész hitó, amit elmesélt. Szóval, hogy így az az érzésem, amit mondott, hogy a sötét van, és azt szereti, hogy rejtőzködik. Tehát, hogy amikor nincs frontvonalon, ha a politikában, akkor bújdokol. Ezt nagyon jól érzi. Ez szerintem elkerülhetetlen, főleg, hogyha valaki ilyen nagy dologról álmodozik, mint ön. Jól érzem? Nem álmodozom. Tessék? Álmodozni nem szoktam azért. Akkor mit csinál? Hát küzdök érte, nem? Két különböző dolog. Még egyszer, bocsánat. Küzdöm érte. Küzd érte. Hát az, hogy valaki álmodozik, az azt jelenti, hogy ül valahol, és akkor úgy elképzel dolgokat. De ez olyan kicsit ilyen felkészületlenségre van, nem? Mármint mi? Hát az, hogy konkrétan bújtokol, miközben egy álomszerepre vágy. Mert én azt gondolom, hogy önnek nagyon képben kell lenni, és nagyon tudnia kell a helyét, az idejét, a dolgát, hinnie kell magában így ahhoz, van. Hogy ott megjelenjen, és elmenjen a moziba, és kiálljon magáért, nem? De most azért menjek egy moziba, hogy a politikai vitába keveredjek bárkivel, kiállok bármikor magamért. Úgy, ahogy akar, nem? Hát persze. Jó, de én nem megyek ugyan a moziba, hogy most csak a középső lépcsőn végigvonulok, körbenézek, ki az, aki csúnyán néz, akkor odaülök és akkor megbeszélek. Hát erre nincs szükségem. Nem, menjen előre, hát ő van otthon, csak ön után, ne hülyeskedjen. Na hát. Értem az illendőséget, de most már... Tű, ez a kicsike az ön dolgozója? Igen. Dolgozó, könyvtár, Xbox játékterem, íróasztal, ugyanis ez egy, hogy mondják ezt, próbaterem volt. Ez itt? Ez itt, igen. Ez egy próbaterem volt, méghozzá nem is akármelyik együttesé. Na jó, igen? Neoton Familia. Mi ez önét kedvel egyébként? Hát középiskolás koromban grunge rock rajongó voltam. Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden. Alice in Chains. Jártam zeneiskolába is egyébként. Tud zongorázni? Hát most azt meg ne próbáljuk, mert az -10%. Te már honnan ön származik, azért rengeteg a roma származású ember. Nagyon sok roma származású, meg alapvetően Gyöngyös inkább baloldali város. Tehát Gyöngyös mindig is egy MSZP fellegvár volt. Tehát ott nem mi voltunk többségben soha. De hogy akkor az édesanyja az hogyan élte meg, hogy a Jobbik volt az első, vagy ön, amikor hazament? A Jobbik volt az első, aki kimondta azt, hogy Magyarországon van cigány bűnözés. Hát biztos nem jó. Biztos nem jó. De nem feltétlenül azért, mert azt, hogy ezt én kimondtam, hanem hát nyilván féltett. Gondolom én, hogy próbálom hogy az anyai szívnek, vagy az anyai értelemnek a működését modellezni. Attól félt, gondolom, vagy attól félhet, még talán ma is, hogy olyan dolgokat vállalok be, vagy olyan dolgokról beszélek, ami veszélyes.
évszázadok óta a magyar cigány együttélés nem működik. Nem tudtuk integrálni, nem tudtuk a magyar társadalom polgári normái közé a cigányság egészét fölemelni. De nem gondolja, hogy ez a politikusoknak is a feladata lenne az integrálás? De. Akkor azért kérdeztem, miért nem csap az, miért nem csinál valamit, miért nem próbál valamit az ellenzékből tenni azért, hogy ez az integrálás megtörténjék? Tudom, hogy ezzel sokan nem fognak egyetérteni, de szerintem azzal, hogy a Jobbik kimondta azt, hogy ez a probléma van, azzal egyébként valamilyen szinten tett azért. Hogy egyáltalán az a szőnyeg alól előjön véve ez a probléma. De például a szociális kártyának a bevezetését. Javasolni lehet, csak cselekedni kell. Hát ahhoz kormányra kell kerülni. Miért? Innen mit nem lehet csinálni? Én azt szoktam, hogy életre halálra olvasok. Ó, itt rengeteg filozófiai könyv. Nagyon sok, igen. Filozófia, vallás, történet. Mágia, lélekkönyv. Igen. Jézus. Igen. Nem csak, hogy próbálom megfejteni igen. őt. Hogy mi az, ami elrabolta. Eckhart Mester? Aha. Na, nagy kedvencem. Volt egy olyan az életemben egy olyan periódus, amikor az volt a vágyom, hogy Eckhart Mester taníthassak egyetemem. Aha. De nem volt rá igény. Mindegy. De látom, Hammas Béla az mindig hát az, előjön. Ő nálam a nagy. Igen. Nagy tanító még mindig? Baranyi Tibor Imre? Aha. Nagyon tisztelem, igen, továbbra is. Személyesen is jó barátom. De hogy régen a tanácsadója volt, most? Most már ez a kapcsolat átalakult egy picit a politikai támadások miatt. Mert hogy? Ez inkább barátság. Inkább barátsággá vált. De hogyha ő volt a tanácsadója, a szellemi több volt. Akkor ön is ezeket az elveket vallotta? Hát attól függ, mit értünk ezeket az elveket. Milyen elveket? Hát ugye ez az. Hogy... Antiszemita gondolkodás azért jellemző? Szerintem nem. Ön szerint nem? Szerintem nem. Hova próbálták elhelyezni az emberek a Jobbikot? Mivel találta szembe magát? Hát náci, szélső jobboldali, extrémista, hát már mindenféle izmust ránk raktak persze. Ez mikor volt, és most mit gondol róla? Hát szerintem ez a lemez már lefutott. Tehát hogy azt gondolom, hogy ezt mondták velünk kapcsolatban, és mondjuk a politikai kamaszkorunkban azt gondolom, hogy találhattak is olyan kapaszkodókat, amik alapján ez egy jó lemeznek tűnt az ellenfeleink számára. Ez nem már a magyar társadalomban, ez nem. Tehát ezt felrakják még néha ezt a lemez, de már nem nagyon hiszem, hogy ez hat. Gyűlölök beszíteni! Ezt nem hiszem el, te tudom? Nem tud beszíteni? Tudom, nem szeretem. Úgy kell elképzelni, hogy Vona Gábor ide leül. Így van, ebbe a székbe leülök. Bekapcsolja ezt a világítást. Igen. Valamint egy vallató székbe lenne egyébként. Akkor most lekapcsolom inkább. Ne, jó volt. Nem szoktak beszédeket írni. Tehát nincs beszédírom például. Föntartom mindig magamnak a jogot arra, hogy a beszédeimet én írjam, és eljutottam most már oda, hogy nem is írom le, hanem csak vázlatot. Föl van írva, ugye erre a kis vázlatomra, amit ott mondtam, hogy mosoly, ugye mert azt is keveset mosolygok, tudom, lassan szemkontaktus. Másik, mosoly, lassan szemkontaktus. De erre, hogy magamat tudatosan figyelmeztetnem is kell. Nem, az a baj, hogy nem tudom magánéletére mennyi idő marad? Kevés. És ezt hogyan tolerálják itthon? Hát feleségem úgy szokott fogalmazni, hogy ő végül is már bele szokott, vagy beletörődött abba, hogy az én életemben olyan sok idő nincs a magánéletre. Mennyire könnyű, szeretetek önnek? Megköszönöm. Szóval, hogy mennyire könnyű vagy nehéz önnel együtt élni? Is. Oké, hallgatom. Ez azt jelenti, hogy szerintem, mint ember... Mindent egy tányér, ugye azt mondtam? Én majd úgy kérem, hogy mindenből egy kis ízelítőt, és akkor... Minden, igen? Én szeretem, hogyha... Minden együtt van. Igen. Mix, oké. Tehát emberként szerintem könnyű. Én alapvetően békés, kompromisszumkereső és nyitott ember vagyok. Elég is lesz nekem, mondjuk köszönöm. A Solán politikus... Én azt is ide fogom szedni. Ja, azt is oda, oké. Igen, azért mondtam, hogy mindent egybe. De azért a politikai tevékenységem miatt azt mondom, hogy az meg nehéz. De a feleségét értéke miatt bántások? Vagy... Persze. Mi volt az, amikor hazajött és azt mondta, hogy elsírta magát? Ezt nem bírja. Többször előfordult már. Tényleg? Persze. Itt volt, amikor mert engem támadtak olyan módon, amit ő nem érzett korrektnek, uh-huh. és volt, amikor konkrétan őt. Az a legfájóbb nekem is. Uh-huh. És ezt mennyire tudja kezelni? Mert ugye más miatt is támadták önt is. Tehát magánélet, nem tudom én, a nőügyek, azért támadták. Ez hogyan tudja itthon kordában tartani vagy kezelni? Hát nyilván nem is szívesen beszél az ember, másrészt meg
Meg hát ez is egy olyan része az életnek, ami hogyha nem lennék az, aki, akkor nem érdekelt volna kutyának sem. Uh-huh. Tehát az élet vele járója, így kezelt? Ezt megbeszélték, tisztázták, és igen, megy igen, az igen. élet tovább? Na persze. Ön megbotlott? Igen. De ezt tudta helyén kezelni? Hogyan tudta ezt rendbe tenni? Erről nem szeretek beszélni, uh-huh. hogyha kérhetem. Nehéz volt. Együnk? Jobban járunk, ugye? Szeretek főzős műsorokat nézni. Na hát mondom, hogy előbb-utóbb lehet, hogy ez a karrierje csúcspontja lesz, nem? Amikor főzős. Hát elég azért, nem? Most már tud mosolyogni, ez jó? Hát, jó. Kíváncsi a mosolyog. Mert hogy kíváncsi a végeredményre? Nagyon. Nagyon kíváncsi vagyok rá, igen. Sikerült kicsomagolnom? Hát ez dönts el ön. Én úgy érzem, hogy nagyon sokat megmutattam magamból. Abban sem vagyok biztos, hogy nem túl sokat. De ez most jól esett. Szóval, hogy akkor csúszott lefelé most rendesen. Milyen zoknim van, na? Kis helyes. Ne engedje meg ön se önmagának, hogy annyi maradjon meg, azt mondta Gyurcsány a hazug. De mi marad meg az, igen, de mi marad meg az átlag embernek, csak ennyi? Az marad meg egy címszó, hazug szó. A Magánszféra közösségi média partnere a Radex Media Group. A műsorvezető ruháját az NV biztosította.